Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 13-a új hold. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. A holdat nem látjuk, hiszen a holdnak nincs saját fénye. A fényt azt a naptól kapja, de ha találkoznak, akkor a nap nem tudja a holdat megvilágítani. Ennek is van egy jelentősége, mégpedig arra utal, hogy mennyire fontos az, hogy meglegyen a visszahúzódás, hogy legyen egy kis szünet, hogy elgondolkodjunk bizonyos dolgok felett, vagy meditáljunk, tehát legyünk visszahúzódóak. Az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, ez az új hold a mérleg jegyében van. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul, e-mailen keresztül jelentkezhettek erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Ennél az új holdnál és a szertartásnál is a fő téma a belső nyugalom, a kiegyensúlyozottság. Azon kívül a béke, a harmónia, egy szép környezet. Ez az energia kihat az igazságra is, hogy megkapjuk az igazságot, és ez az energia kihat a szerelmi élet területére is, hiszen a mérleg jegye ezt szimbolizálja. Ezen az új hold napon nem csak a nap és a hold hat együtt, hanem ott van a közelben Mars bolygó is, tehát kihat az eseményekre. Az jelentheti azt, hogy kell a nyugalom, a belső egyensúly, a visszahúzódás, mert az ad életerőt, kell egy kis szünet. De Mars bolygó az jelenti a férfiakat is, és mivel a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot, itt szerelmi témákról is szó van. A nap, a hold és Mars bolygó együtt hatnak a mérleg jegyéből. Ezzel szemben ugyanazon a fokon van Uránusz bolygó. Itt kialakul egy úgynevezett opozíció, hiszen szemben állnak. Uránusz bolygó jelent olyan dolgokat, ami hirtelen történik, egy meglepetés. Uránusz bolygó jelenti a változásokat is, a kos jegyéből hat, az indiai asztrológia szerint, és az szimbolizálhat egy új kezdetet. De az a fontos, hogy mérlegelni kell a dolgokat, elgondolkodni azon, hogyan tovább, nem szabad semmit elsietni, különösen ha döntésekről és változásokról van szó. Az is lehet, hogy új hold után lesznek olyan események, amire mi nem számítottunk, és akkor úgyis másképp alakulnak maguktól a dolgok. Most képzeljük el, a nap, a hold és Mars bolygó együtt hat, hiszen találkoznak a mérleg jegyében. Mögöttük ott van Kétu és Vénusz a szűz jegyében. Ki hat erre az új holdra? Mi van a háttérben? Vénusz bolygó az jelenti a párkapcsolatot, és Kétu jelenti a kármikus témákat, mégpedig a múltat,
és az emlékeket. Ezek vannak a háttérben. A szűz jegye kihat az eseményekre, amikor megvan a gyógyító erő, és lehet rendezni a dolgokat. Ami a szerelmet illeti, ami az érzelmeket illeti, és ami a múltat illet. A hold, a nap és Mars bolygó együtt van a mérleg jegyében, együtt hatnak. A háttérben ott van Vénusz és a karmikus csomó. És mi van az előtérben? Ez Merkur bolygó a Szkorpión jegyében. Jelenti azt, hogy mit történik új hold után. Ez jelenti a cselekvéseket és a kommunikációt. A Szkorpión jegyénél néha titkokról van szó, és ez a titok most kiderül, vagy lehet titkokról beszélni, hogy valaki megbízik benned, elmondja a titkait. Amit a Szkorpión jegye még jelent, az érzelmek, hiszen a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Megvan a lehetőség arra, hogy új hold után érzelmekről beszéljünk. Amit a Szkorpión jegye még szimbolizál, ezek a szexuális témák. Itt vannak még titkok, ő nem mert eddig erről a témáról beszélni, de újhold után megvan ez az elképzelés részéről, hogy ezeket a témákat felhozza, és ezekről a témákról tudjatok egymással beszélni. Tehát érzelmekről és szexuális témákról. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!